Köszöntöm az esti mérleg nézőit! Környezetbarát és költséghatékony, ám Magyarországon még kevésbé elterjedt a földgázüzemű autók használata. Az alternatív technológia megismertetése és elterjesztése érdekében az EON úgy alakította át saját autói töltésére kialakított Székesfehérvári CNG töltőállomását még korábban, hogy annak többszörösére növelt kapacitása már a lakossági ellátást is tudja biztosítani, és péntek óta bárki igénybe veheti a töltőállomást. A kritérium csupán annyi, hogy előtte a portán be kell ezt jelenteni a sofőröknek. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, érdemes lesz ma is velünk tartaniuk. A CNG, vagyis sűrített földgáz alternatív üzemanyagként először az USA-ban jelent meg az 1930-as években. 2018 nyarára már 26 millió CNG gépjármű volt az utakon világszerte. Székesfehérvárra még tavaly telepített CNG töltőállomást az EON. Céljuk, ahogy a szlogen is mondja, földgázzal a zöldebb jövőért. Ha jól emlékszem, kb. egy éve volt ez, amikor amikor telefonon beszéltünk, azt gondolom arról, hogy és jelentettem a polgármester úrnak, hogy elkészültünk a, 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 a gáztöltő állomásunkkal, és szeretnénk megnyitni, és akkor erős fogadalmat és hitet tettünk mind a ketten e, arról, hogy ezért mindent megteszünk, hogy hogy ez minél hamarabb bekövetkezzen. Ez egy formabontó dolog, ez az első ilyen kút egyébként, ami, amit az EON a, a magyarországi történetében megnyit hogy miért gondoltuk azt, hogy nekünk fontos egy ilyen, ilyen beruházás, és miért költöttünk erre pénzt. Ugye az, talán nem mondok el azzal újat senkinek, vagy nem mondok újat azzal senkinek, hogy a mai világ az egyértelműen eh, arról szól, hogy eh, talán világszerte, talán Magyarország is új utakat keres az energia függetlenség irányában. Emellé még egy nagyon erős környezetvédelmi tudatosság is beépül az emberekbe, és azt gondolom, hogy indokolt az, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen látjuk azt, hogy a klíma az valóban olyan irányba fordulhat, ami talán számunkra nem kedvező. Tehát minden egyes ilyen mozdulat, amit teszünk, az abba az irányba mutat, hogy egy olyan élhetőbb és jobb világ felé tudunk menni amiben szerintem majd a fiaink és az unokáink is szívesen fognak élni. Az, hogy, a, a, hogy egy energiaszolgáltató, mert ugye ki, ki ha nem egy energiaszolgáltató foglalkozzon ezzel, tudjon ilyen és hasonló innovációkat csinálni egy városban, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy, egy nyitott és befogadó közeg. Székesfehérvár ilyen. A székesfehérvári vezetés, a polgármester úr az élen ilyen. Ezt nagyon komolyan szeretném mondani, és ezt tudjuk bizonyítani is, tehát ezek nem csak szavak, hiszen látták a filmben is, de el tudom sorolni is azt, hogy igen, itt, itt van talán ez az a város, ahol a legtöbb elektromos töltőnk van. Itt építettük az első ilyen elektromos töltőt, itt adtuk át az első elektromos flottánkat. Ez az a város, ahol folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás biztonságát garantáló eszközeinket és infrastruktúránkat. Legutóbb, tavaly évvégén adtuk át az új alállomásunkat. Aki elmegy az M7-esen Budapest felé, az, az látja a középső lejáró körül a lenéz. Ez mind arról szól, hogy a város ellátás biztonsága a számunkra kiemelt ugyanúgy, ahogy ez a város is kiemelt Magyarországon, mert azt gondolom, hogy egyfajta innovációs központ, mert hiszen az eu on kívül is látszik az, hogy nagyon sok ilyen témával foglalkoznak. A mai nap, ez a mai alkalom, ez egy kiemelt mértföldkő a, a történetünkben, hiszen sokat beszélünk mi az elektromosságról, a villanyról, az áramról, de az EON-ról keveseknek jut eszébe a gáz. És most ez az az alkalom, amikor azt mondjuk, hogy igen, Nyitunk a gáz felé, nyitunk egy olyan innovatív megoldással a, a gáz irányába, ami egy alternatívát tud nyújtani az embereknek. Ugye az, azt szokták mondani, hogy az alternatív energiák nagyon fontosak, és ez alatt azt értik, hogy ugye nem a hagyományos tüzelésű. Nálam az alternatív egy picit arról is szól, hogy választási lehetőség. Tehát az emberek számára legyen meg az a szabadság, hogy eldönthesse, hogy ő gázüzemű kocsival jár, vagy villanyüzeművel, vagy ne adj Isten, dízellel a hagyományosabb polgárok. De nagyon fontos az, és nagyon örülök annak, hogy az EON az hozzá tud járulni ahhoz, hogy választani lehessen ma Magyarországon. Miért jó a? Gázüzemű, gáztüzelésű autó, vagy miért jó gázt tankolni, miért jó olyan kocsit vásárolni, ami gázzal működik. Hát az égése az sokkal tisztább, mint a hagyományos tüzelésű autóké. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 80%-kal, egyébként ez az autóinkon is rajta van, 80%-kal kevesebb a károsanyag kibocsátása, mint egy hagyományos tüzelésűjé. Valahol az ára is sokkal kedvezőbb, tehát azt lehet mondani, hogy ha van a villanyautó, meg van a hagyományos autó, akkor ez valahol a középen helyezkedik el, viszont az a távolság, amit be tudunk vele járni cserébe, sokkal nagyobb is tud lenni, mint a villany esetében. Azt, azt látjuk és olvassuk, hogy a világon egyre inkább terjedőben van ez a CNG technológia. Ez nálunk az első lépés, de azt tudom ígérni, hogy, hogy amint látjuk ennek a tapasztalatait, és amint érzékeljük azt, hogy mekkora a fogadókészség az ügyfelek részéről, azonnal elkezdünk foglalkozni azzal, hogy hogyan tudjuk tovább továbbfejleszteni ezt a hálózatot. És azt is ígérem öröknek, hogy egy kis idő múlva vissza fogunk térni azzal, hogy mik a tapasztalataink majd a kút a, a használatával kapcsolatban. Egy biztos, hogy amíg várakoztunk és a, ez az engedélyezési folyamatot ö, 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 támogattuk mind a ketten, nagyon sok megkeresést kaptunk mind a város, mind mi, hogy mikor nyitjuk meg a kutat. Hát most itt az alkalom. Tóth Béla hozzátette, ahhoz, hogy egy ilyen jellegű fejlesztés megvalósulhasson, egy nyitott közeg is kell, Székesfehérvár pedig éppen ilyen, hiszen elkötelezett a város környezeti terhelésének csökkentésében is, ehhez kapcsolódóan az alternatív autózási lehetőségek megismertetésében és használatában. Sokat hallunk manapság két szóról, két területről és annak fontosságáról. Az egyik a közlekedés, a másik pedig a klímavédelem. És ez a mai alkalom ez mind a kettőről szól és mind a kettő szolgálja. Smart megoldást, egy innovatív megoldást tudunk átadni az EON-nak köszönhetően itt Székesfehérváron amely megoldás mind a két területen előrelépést jelent, és hat a közlekedésre pozitív értelemben, és hat a klímavédelem tekintetében is. Mind a két vonatkozásban Véla elmondta, hogy miért fontos. Én amit kiemelnék, az egyik oldalon az alternatíva, én is hiszek abba, hogy minél több lehetőséget meg kell adni egy helyi közösségben az emberek számára, hogy ők aztán választanak, döntsenek, hogy számukra különböző szempontokat figyelembe, hol használják a gépjárművet, mennyit városban, mennyit adott esetben hosszú távra, milyen módon és mire elkötelezettek, ők választhassanak. Itt most egy újabb választási lehetőség nyílik meg számukra a helyi közösség tekintetében, és a 80 az pedig egy kellően komoly szám ahhoz, hogy nyugodtan mondhatjuk, ahogy egyébként a zöldebb jövőit meg is fogalmazódik mellettem ezen a reklámfeliraton, hogy igen, ebben a vonatkozásban is egy jelentős előrelépést tudunk elérni. A tapasztalatokat persze majd értékelni kell, ez nyilván egy piaci cég számára is fontos, de fontos a város közössége szempontjából is, hányan használják, milyen módon terjed, egyáltalán milyen jövője lehet a, akár a közeli, akár egy kicsit távolabbi jövőben is ennek a technológiának. Egy hiszen biztos, hogy büszkék lehetünk arra, hogy nagyon sok technológia már itt van a városban, sőt, ahogy el is hangzott, akár a múltban, akár a mai napra vonatkozóan is, első ízben itt elérhető Magyarországon, vagy legalábbis az elsők között elérhető egy-egy technológia. Ez azért is fontos, hiszen innovációt jelent, az életkörülmények mellett azt is jelenti, hogy egy város az nem csak a mában él, hanem készül a jövőre, és partnerekkel együtt, amiben partner lehet egy ipari cég, és partner lehet adott esetben egy önkormány. Az emberek érdekében történik egy-egy olyan technológiai fejlesztés, ami végső soron számukra ad egy szolgáltatási színvonal növekedésében elért újabb eredményt. Ez az eredmény ezt jelenti. A kisfilm pedig nagyon szépen felmutatta és megmutatta azt, hogy ez az együttműködés, ez akár csak az elmúlt két-három évet tekintve, mennyi területen jelent meg itt Székesfehérváron. Megjelent a duális képzés, amiben az egyik legkomolyabb partnerünk az EON itt Fehérváron is, és nagyon fontos, hogy így a műszaki képzések tekintetében folyamatosan tudunk előrelépni, a hallgatói létszámot növelni, és ehhez kell az, hogy ilyen komoly munkáltatók álljanak be a gyakorlati tudásukkal, és a munkahelyükkel, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, és itthon tudjuk őket tartani, itthon tudjuk őket megszólítani. De hát a, a villamos töltők vonatkozásában, az elektromos autózás tekintetében is, akár a töltőszám gyors terjedésében nagyon sok és fontos szerepet vállalt az EON, vagy éppen akár a most hétvégén megrendezésre, most már másodízben megrendezésre került elektromos autók napja is jól sikerült, és ez is csak közös együttműködésben volt megvalósítható. Ma pedig néhány nappal azt követően itt vagyunk, és a földgázzal a zöldebb jövőért jegyében ennek a kútnak az átadása és megnyitása is megtörténik. Én azt is szeretném megköszönni az eon most itt egy kicsit az udvaron sétáltunk, hogy meg is jelennek maguk a gépjárművek. Tehát az EON éle jár abba is, hogy mutatja, hogy igenis ezek a gépjárművek léteznek, itt vannak, haladnak, lehet velük dolgozni, lehet velük munkába járni, el lehet látni velük a feladatot, és közben egy kicsit jobban oda lehet figyelni minden értelemben a környezetünkre, és egy kicsit környezet tudatosabbak is tudunk lenni. Nem titok, hogy van egy együttműködésünk a gépjárműbeszerzés tekintetében is, hiszen a flottánk egy része, ami ezen a területen megjelenik, gáz még nem de talán ez is eljön, ott szintén ebben az együttműködésben tudtunk az elmúlt időszakban előrelépni. Én azt kívánom az EON-nak, hogy továbbra is ezekkel az innovatív megoldásokkal foglalkozva gondoljon Székesfehérvára is. Mi készek vagyunk a jövőben is minden segítséget, támogatást megadni ahhoz, hogy az ehhez szükséges kereteket biztosítani tudjuk, annak érdekében, hogy ezek a fejlődési elemek és fejlesztési lehetőségek, technológiai újdonságok azok megjelenjenek itt a városunkban, és a város vagy a tágértelmevet agglomerációban élők számára is lehetőséget nyújtson, hogy az alternatívákat elérjük. A közlekedésben és egyúttal pedig a klímát óvva a földünkért, a környezetünkért is tegyünk. Az EON Dél-Dunántúli gázhálózati ZRT telephelyén létesített kutat mostantól bárki használhatja hétfőtől péntekig, reggel 6 órától este 8 óráig a portán történő előzetes bejelentkezés után. A kúton az autó saját maga végezheti a tankolást, egyszerűen a gázcsomkra kell helyezni a töltőpisztolyt, amely automatikusan rögzíti magát. Ha minden rendben talál az elektronika, a kútoszlopon lévő gomb megnyomásával lehet elindítani a 190 bár nyomású gáz betáplálását. A helyszínen egy fizetőautomata működik, így kezelő személyzet nélkül üzemelhet a kút. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg hogy szolgáltunk önöknek hasznos és érdekes információkkal a mai esti mérlegben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!